a narancsot elvettem, meg a banán, a körte, meg a szőlő, meg a paradicsom. Narancs, meg alma. Kedvenc zöldségeiket és gyümölcseiket sorolták az óvisok a Jurta Porta programon, ahol az egészséges életmódra és a környezetvédelemre hívták fel a gyerekek figyelmét. Miért jó tejet inni? Mert erősek leszünk. Szereted a tejet? Otthon szoktál inni? Igen. A legkisebbek azt is tudják, hogy laktató egészséges reggelivel kell indítani a napot. Tejszeletet, csoki, golyót, kakaót. A Somogy megyei önkormányzat és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei igazgatósága második alkalommal szervezte meg a Jurta Porta elnevezésű szemléletformáló programot Kaposváron a Vigasságok terén. Mi évek óta igyekszünk orientálni a fiatalokat az egészséges táplálkozás, a zöldség, a gyümölcs, a natur tejtermék fogyasztásra és a helyi termékre. Ugye ez valamennyire az érdekünk is, hogy ez így történjen, de inkább érdeke ennek a fiatal generációnak. A cél, hogy a fiatalokkal, a felnövekvő generációval minél korábban megismertessék az egészséges életmód fontosságát. Nem mindegy az, hogy egy elbetűs élelmiszerrel mennek iskolába, vagy pedig egy olyan zöldséggel, gyümölcsel, ami azt gondolom a testi-lelki fejlődéséhez mindenképpen hozzátartozik. Számos olyan rendezvényt, interaktív játékot, ismert anyagot készítettünk elő, ahol ezekre kérdésekre tudnak választ kapni, játékos keretek között tanulnak. Az egészséges életmódba beletartozik az egészséges táplálkozás és az egészséges környezet is. Utóbbi megóvásáért is tehetnek a fiatalok. Erre a tűzoltók is felhívták a figyelmet a kaposvári programon. A gyerekeket megtanítjuk arra, meg szeretnénk tanítani arra, hogy hogyan bánjanak a tűzzel, hogy egy szabadtéri rendezvényen, ha tüzet raknak, ne okozzanak tüzesetet, hogyha az a tűz kezd ellenőrizhetetlenné válni, akkor hogyan tudják eloltani, és hogyha mégse bírnak vele, akkor honnan tudnak segítséget kérni. Zöldséget, gyümölcsöt, de tejet és gyümölcsleveket is kóstoltak a gyerekek, akik a gyógynövényekről, a méz hasznosításáról és az erdők világáról is többet megtudhattak a Jurta Porta elnevezésű programon.